A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM óvodájában Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetővel a Mozogi Velünk családi sport délutáról beszélgettünk. A járványügyi helyzet miatt ezt az eredetileg családi rendezvényt, amikor anyukák, apukák együtt versenyeznek a gyerekekkel, most szülők nélkül tarthatták meg. Ez a rendezvényünk egy hagyományos rendezvény, a Mozogj Velünk családi sport délután, de most a járványügyi helyzet miatt szülők nélkül csak a gyerekekkel fogjuk ezt most megtartani. Hát most sem a legjobb, legoptimálisabb az időjárás, de ma délelőtt ezt szeretnénk a gyerekekkel megvalósítani. Mint korábban, most is az ősz terményeit használták fel a feladatokhoz. Ezzel is jelezve a természet kincseivel is lehet játszani, játékokat készíteni. Ez a rendezvényünk, amit korábban ugye szülőkkel együtt végeztünk, ez mindig arról szólt, hogy az ősz kincseit használtuk fel a mozgáshoz, megmutatva a szülőknek ezzel, hogy nem kellenek drága eszközök, amit ilyenkor a természet ad, azokkal is lehet nagyon jó játékos vetélkedőket készíteni a gyerekekkel. A bemelegítés nagyon fontos, hiszen a balesetet szeretnénk ezzel megelőzni, egy kicsit ráhangoljuk vele a gyerekeket a mozgásra. A szülők nagyon együttműködőek ebben a rendkívüli helyzetben, s bár nem lehetnek itt, az zárt közösségi csoportjaimmal az óvodapedagógusok megosztanak velük fotókat a versenyről, ahol tökgurítás, gesztenyeszedés, kukoricamorzsolás, krumpliültetés, kerékpáros és talicskázós verseny várt a bemelegítés után a kicsikre. A szülők nagyon együttműködőek ebben a rendkívüli helyzetben, de minden szülőt megnyugtattunk, hogy ezekről a rendezvényeinkről fényképet, rövid videót készítünk, és a zárt Facebook csoportunkon ők is megtekinthetik. Zöld óvodaként a természet kincseit használják más foglalkozásaikon is. Most előzetesen a mai naphoz kapcsolódva a szülőkkel gesztenyét gyűjtöttek a gyerekek, de máskor is van ilyen feladat. Ezért használjuk a természet kincseit, és ezeknél a tevékenységeinknél, és ilyenkor a gyerekek is megtapasztalhatják, hogy ezekkel is milyen jókat tudnak játszani. Előzetesen is ugye már gyűjtötték a gesztenyét a szülőkkel együtt, hogy tudjuk majd a gesztenyegyűjtési tevékenységünket is most játékos formába, vetélkedő formájába megtartani. Ezen a családi napon tartják mindig az újonnan érkezett óvodások jelképes befogadását is. Ezt most a szülők nélkül itt kapták meg a csoportjuk jelképét és a választott jelüket az óvónéniktől az új ovisok. És lesznek igazi színesek hivatalosan is. Ez az alkalom nekünk mindig arra is jó, hogy az új kis csoportosainkat itt megköszöntjük. Szimovodássá fogadjuk őket jelképesen, ilyenkor megkapják a csoportjuk jelképét és a választott jelüket. A kicsiknek egy mesejelenettel kedveskednek a nap végén az óvónők.